és tart elindult a futam. Jól indul Golden Boy, mellette pedig Obahara, mindig gyors Obahara, Benkő Ádámmal falat tudott fogni, Obahara erősen púlózik, mellette Golden Boy. Obahara tavaly nagyszerű évet zárt, annak ellenére, hogy csak egy versenyt tudott nyerni, nagyon jól ismeri őt, lovassa Benkő Ádám, próbál vele spórolni, erősen fog, szinte mindenki fog a vezető ló mögött. Az ezres táblához élve Golden Boy az élen, Golden Boy mellett jön Szokatlan, illetve Szokatlan előtt Orán érkezik meg elsőként a vezető ló mögé, és Picasso Blue is ott van Nagy Norbertel, külső ívre fordulva, ilyen Different Illusion és Obahara, Different Illusion, Obahara, ők a mezőny második felében, illetve Szokatlan a mezőny végén. Nagyon szépen együtt az egész mezőny és Golden Boy, sokat vezet, sokat vállal a verseny első felében. A derbiben láttuk tavaly utoljára, az év elején már kihozták a hosszú kihagyás utáni második startjára. Úgy tűnik, hogy Mocsinka Viviennel már formát tud futni, sőt, akár a versenyt is megnyerheti. Jön az utolsó 400 méter, Golden Boy még mindig az élen, és Golden Boyhoz nem nagyon tudnak közelíteni a többiek. Golden Boy Orán és jön Different Illusion, nem tud jönni már Obahara, és a többieket sem nagyon látom zárkózni. Golden Boyra azonban még Different Illusion veszi, lehet az utolsó 100 méter fog dönteni, Different Illusion egyre erősebb, jön Szokatlan a mezőny végéről, Golden Boy még mindig elől van, Golden Boy hazaér, Different Illusion nagyon rászaladt a végén, és Szokatlan szerez egy dobogós helyezést.